Sziasztok, üdv mindenkinek! Ez itt ismét a Binding of Isaac, ahol az Azazel-lel most már Mom's Heart-ig eljutottunk. Lazarus? Bethany? Mit tud Bethany? Még nincs unlockolva. 12 Soul Heart-nak kell lennie hozzá. Majdnem megvolt, meg lehetett volna. Tehát nem írja, hogy locked, csak az, hogy unlocked by. Oké, akkor viszont... Megivel se tudunk játszani, Kainnal se tudunk, Judással se, Évával sem, Sámsonnal sem, szóval akkor menjünk Isaac-kel. XL Floor, szóval nagyon fontos, hogy ne üssenek meg minket soha, de soha. Mondjuk ez az egész játéknak kb. A lényege. Szóval ha... Ezek a legyek nem segítenek sokat benne, hogy... Ezt meg tudjuk oldani. Jó. Egyelőre elfogadható mennyiség van belőlük. Curse Roomot valószínűleg ki fogjuk hagyni ennek következtében. Jó, két item roomot szeretnék látni nagyon gyorsan. Oké, van egy... Tök jó, hogy ott kiírja, hogy XL. Szóval már a boss megvan. Viszont én mindenképp szeretném látni két item roomot, mielőtt bemegyünk oda. Így, van egy centünk. Valószínűleg nem itt lesz az item room, nem bizony. Oké, ezekkel csak óvatosan. Azt várom, hogy most már lassan megadja magát, azaz, oké. Okay. Trollbomba elintézte, ki maradt még? Maradt itt egy kis kaka? Maradt bizony. Jó. Júj, ez közel volt, oké. Okay. Először a náb, utána ő. Nagyon fontos, hogy ne üssenek meg. Nagyon-nagyon fontos. Oké, okay. Kaptunk egy kulcsot, amivel be is tudunk ide jönni. Az nekünk nagyon-nagyon jó lenne. Én most itt egy bombát le fogok tenni. 3 centet kérek szépen. Nem kaptunk semmit az égvilágon. Nagy szoba. Uha. Csak szép lassan, nem sietünk sehova, nem csinálunk bosszrást, nem csinálunk semmi olyat. Ami nehezítés lenne, tudom akkor miért hard módban játszom, hát igazából tök mindegy, hogy hard módban játszunk vagy nem. Mert sokkal nem nehezebb. Meg annyit játszottunk már játékkal, hogy ne legyen. Sokkal nehezebb hard módban. Simában. Egy Hagalaznak örülnék, nyilván nincs Hagalaz, tudok róla. Szeretnék item roomot látni, meg szíveket látni, meg ilyeneket, jó? Ez nyilvánvalóan közel volt. Csak szép lassan, óvatosan. Nem kapkodunk, mert nagyon fontos, hogy kapjunk egy dílt rögtön az első szinten. Így, kaptunk egy kártyát, Hierophant, Strength. Nem, erre van. Tűznek se menjünk neki, ha egy mód van rá. Jó, ez egy kulcs. Oké,
Azt a ládát nem láttam, vagy csak nem elérhető helyen van? Vagy nem volt kulcsom? Nem, az... Az a baj, hogy akkor már inkább... lehet, hogy egy cent van benne. És ha ez így van... Akkor meg tudjuk venni magunknak a szívet. Visszakaptuk a bombát, és kaptunk belőle pénzt. Úgyhogy visszamegyünk a shopba. Ahol veszünk is egy szívet magunknak. Betörés is tök jó lenne, csak egyelőre még nem igazán ott tartunk. Szóval XL Floor. Legalább erre nem kell jönnünk, ott biztos nem lehet a mi szobánk. Szóval azt kihagyjuk. Hol lehet vajon a két item room, ez a kérdés? Oké, okay, ott van egy tinted rock. Odaig nem fogunk tudni eljutni. Max, ha még egy bomba, két bomba, az legalább három bomba kell hozzá. Wow. Ennyi volt a védelmünk. Azt gondolom megvan. Egy ilyen szobában bukni a dílt, az azért eléggé gáz. Oh, és egy ilyen szobában buktam a dílt. Jó, most már mindegy. Most már akár a körszumba is bemehetünk. Most már nem izgulok annyira. Sajnos azért az a baj, hogy ezekből egy is kiszámíthatatlan, pláne ha ennyien vannak. Igen, ezért kár volt megvenni azt a szívet, ez is tény. Gyere már ide! Please! Finally, oké. Okay. Mom's perfume. Prayer card, oké, okay, legyen. Ez nem egészen sikerült, de nem baj, szóval van egy Mom's Perfume-unk. Illetve... Most már Curse Room-ba érdemes bemenni, mert hát ha onnan szerzünk akár egy dílt, akár egy... Mondjuk így. Ja, hát amit ebből felszedhetünk... Az így kb. Ez. Mondjuk felszedhettük volna mind a hármat, és akkor tudjuk, hogy marad egy fél szívünk. Sokan vagytok, dude. Mondjuk, ha itt kapunk HP-t, még akkor is lehetünk valamire jók. Én Damage-nek jobban örülnék most, mint HP-nak. Csodálatos óriás legyek. Oké, okay, így is meg lehet oldani ezt. Tears up. Mondjuk Angry Baby-t, tehát hogy ezt a másik tagot kellene inkább először megölni, jó. Legalább nem kár, hogy nem használtuk el a Space Bar itemet még az elején. Igen, mert ő, ha jön, akkor ő nagyon jön. Wow. Eye drops, tears up. Oké, okay, ezt felhasználjuk, és megyünk tovább a következő szintre. Nem kaptuk meg a dílt, nyilván, mert az utolsó szobában szenvedtünk. Ja, Curse of the Lost.
Lehet, hogy következőben challenge-eket kellene csinálni majd. Vannak speciális challenge-ek egyébként a modpackben, szóval... azokat lehet, hogy érdemes lenne megcsinálni. Valószínűleg azzal... ó, szójmilkes barátunk. Te... miért jössz most így? Ez előbb... jó. Előbb tökre le volt nyugodva, most meg így ezt csinálja. Na jó. Kicsit igazítok a dolgaimon. Most ezt így jelenleg ezt a három részt egy ütőhelyembe vettem fel. Szóval fogalmam sincs, hogy ti nektek milyen reakcióitok van a... arra, hogy most itt mi történik, meg stb. Meg hogy tetszik-e ez az egész. Milyen az, hogy itt meghalunk? Ezért... egy champion gördi, gurgling, meg egy nem champion. Oké, okay, nem haltunk meg, de a dealünket már buktuk. Sajnos nem látom, hogy mi merre van. Egy akkor valami cél szerint kéne menni ezen a szinten. Szójmilkes barátunknak legalább annyi. Ez mondjuk durva, ha eltalál, nem mondom. Oké. Okay. Ez kiváló. Ez valameddig meg fog védeni minket. Remélem legalább addig, hogy plusz egy szívet tudunk felszedni. És ezzel talán meg itt is unlockolni tudjuk, ezzel az itemmel. Ugye az lényeg, hogy azt hiszem, hogy legyen 6 szívkonténer. Ami nem tűnik olyan rossznak. Így. De nagyon-nagyon gyors vagy, még mindig, most már félsz. Hét cent. Ha találunk egy féláró itemet, nem találtunk féláró itemet. És könnyen lehet, hogy én ezt a szívet megveszem. Ó, oh, dude! Oké, okay, itt van a boss. Ó, oh, te még élsz? Nézzük meg most a boss-t. Birdie. Remélem, te csak spawnolós vagy. Nem, te nem csak spawnolós vagy. Ami nekem elég nagy probléma. Legalább fél tőlem. Nem, mint ez bármin változtatna, mert ugyanúgy fog lőni, ugyanazt fogja spawnolni. Már alig van HP-ja. Nekem is. Így kaptunk egy dealt, éljen. És Krampus? Nem, 9 lives. Szerintem ez egy kiváló alkalom arra, hogy 9 lives-t fölvegyük. Most már összesen két runon összeszedtünk egy gapit. Sajnos ez nem így működik a játékban, ezt azért mindenki tudja. Itt volt a shop, ami minket nem érdekel. Adakozzunk. Store upgrade. Ilyenkor ez még nem él, ugye? Nem az, hogy visszajövök és store upgrade van, nem. Itt még működik egyébként az a trükk, amivel ugye eredetileg is feltöltöttem a Donation Machine-eket. Jó. Hogy... wow. Ez elég gáz ez a szoba. Köszönöm szépen. Hogyha ez a cucc, ez belelő minket a spike-okba, az nem jó. Item roomot szeretnék látni. Az nem egy item room.
Voltunk bent? Nem voltunk, de megéri. Így, ezt is megoldottuk. Kaptunk egy HP appot. Wow. Mondjuk egy 48 hour energy pillnek is nagyon-nagyon örülnék. Oké. Ezt így volt gyorsabb megoldani, nem mondom, hogy jobb volt így. Lassan kezdem kiismerni magam, azt hiszem, erre nem voltunk. Jól van, champion volt ráadásul. Ja, azért meg itt jó lenne unlockolni lassan, amihez nekünk nem ártana, ha lennének még charge-aink. Item room? Itt az item room. És voltunk is itt. Azt hittem nem voltunk az item roomban, akkor viszont vissza az egész. Ja, prayer card volt itt, persze. Nem, az még az előző szint, akkor mit vettünk föl? Teljesen elfelejtettem. Nem? Nem a létrát vesszük föl, bejövünk ide. És megyünk tovább. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen itemet vettünk föl. Aztán lassan ebédelni kell. Nem látjuk meg. Nem látjuk meg. Ó, te mi vagy? Te nagyon nem tetszel nekem ott. Kiváló. Legalább meghalt. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy ő mire képes. Tinti drog az nagyon-nagyon érdekel. Jó, tinti drog. Jó, van még egy Eternal Heartunk. Nekünk viszont kellene tényleg 6 szívet generálnunk. Wow. Nektek a range-etek az elég nagy probléma, legalábbis nekem. Oké, megoldottuk ezt is. Esetleg egy tinti drog valahol itt. Tök jó, hogy többféle színűek ezek a kövek. Nagyon tetszik. Ezeket miért nem lehetett belerakni tényleg a sima ezekbe? Amúgy ahhoz, hogy ezt felrakd ezt a modot, ahhoz az Afterbirth-et, Afterbirth Plus-t, azt le kell szedni konkrétan. Hogy ez úgy nem működik, hogy ó, hát igen, akkor... Tehát a DLC-k között ki kell kapcsolni, mert csak akkor fog működni. Illetve voltak olyan modok, amik ennek a modpacknek dolgait vették át Afterbirth Plus-ra. És lehet egyébként, hogy azt halljátok mondani, hogy csináljam azt, de most már ez engem érdekel, hogy tényleg mit tudunk csinálni. Jó, itt körbejártunk mindent ezen a részen, akkor itt jobbra megyünk, most csak jobbra megyünk. Ilyen algoritmussal dolgozunk. Oké. Oké, ez beakadt. Ilyennel még nem találkoztam ezekben. Hello, secret room. Magic Mash nagyon-nagyon szeretnék. Még legyek is vannak. Csomóféle ellenség van ebben a szobában. Oké. Legalább nincsenek azok az idegesítő szilkvarmak. Tudom, melyik nem az, amelyik ugye megrohamozza az embert. Viszont item roomban itt még biztosan nem jártunk.
48 Hour Energy-nek jobban örültem volna, mint egy paralízisnek, de mindegy. Oké, legalább az lett tudva. Gyerünk már! Pusztújka! Jó lenne többször nem nagyon sebződni, mondjuk van még 9 életünk, szóval... Meg nem vagyunk annyira erősek sem. Wow! Végre. Szólj, mélkes barátunk. Ó! Oh. Egyszerűen túl sok minden van, amire oda kell figyelni. Tehát elég durva ez a mod. Jó, itt van a boss. Fel fogsz robbanni, igaz? Fel bizony. Kulcs, az kiváló. Az a baj, hogyha most kapunk dílt, akkor megint lejjebb fog csökkenni a... Oké. Okay. Őszintén még egy szobát kéne megcsinálnunk. Ötöt hagyni kéne, mindenképpen. Hogy megvegyük a battery charge-ot, mert akkor azzal... Plusz egy HP. Item roomban nem voltunk továbbra sem, szóval... Oh, hello. Ez egy ismerős szoba. Ez is egy ismerős szoba. Sajnos túlzottan is ismerős szoba. Ennyi. Jó lenne, meg is fogjuk. Tehát erősebbek lennénk, viszont... Egyelőre nem érzem úgy, hogy itt van az ideje ennek. Ez közel volt. Na. Nyílj ki. Mondjuk megéri-e nekünk felvenni most? Szerintem nem éri meg. Tudjátok miért nem? Ezt felvesszük viszont. Azért, mert a következő szinten így is úgy is kapunk egy charge-ot. Mármint a Eternal Heart az mindenképpen... Hát mondjuk azért nagyon jó, ha megvesszük. De nem most fogjuk használni. Hanem majd a következő szint elején. És akkor ezzel nyerünk. Wow. Itt volt a shop, ugye? Itt lent. Te vagy a shop. Nem. Hol van a shop? Nem itt? Itt még tovább van, ugye? Ezek a spike-ok nagyon-nagyon tetszenek. Aha, itt van a shop. Ezt megvesszük. Nem fogjuk használni, majd a következő szinten. Egy le tudva. Lenne a félnél tőlem mondjuk. Ez az. Jó, nem kaptunk dílt. Ami nyilván nem a legjobb, de... Így és akkor most már van egy Eternal Heartunk pluszban. A
szóval szerintem ez volt a jó megoldása a dolognak. Végre, úgy nem kell látnunk az itemeket legalább? Nem. Aha, ebben nincs benne az, hogy... nem, hogy itt is látszódnak az itemjeink. Nine lives. Szerintem nem tudom, hogy mit vettünk fel ott, vagy lehet, hogy ami aktív item volt, amit nem használtunk. Könnyen lehet, hogy így volt. Az a baj, hogy ez egyetlen charge-ot ad nekünk, mert rebirth. Köszönöm. Hogy? Ugye feltöltött kulcsok sincsenek, szóval abból se tudunk charge-ot szerezni. Jó lenne még spirit heartokat szerezni valahogy. Köszönöm szépen, pont erre gondoltam. Azért mondjuk jó lenne, ha adnál is szíveket. Hát nem adott egyet sem, az összes bombánkat elhasználtuk, ami elég nagy baj, mert itt van két champion, akik ugrándoznak. Oh! Oh! Dude! Azaz! Fúh! Visszakaptuk a bombáinkat. Mindig a legközelebb levőket kell megölni először. Ennyi. Megoldottuk ezt is. Gyere, kapunk még egy HP-t. Csak nem szabad, hogy megüssenek. Ennyi. Amihez az előbb nagyon-nagyon közel jutottunk. Wow. Az a baj, hogy ő most fél tőlünk, szóval... ez az. Van még egy HP-nk. Secret room. Ne, greed ne! Greed. Itt most már nem kell védenünk az Eternal Heartot, a deal-t kellene csak védenünk. Ez közel volt. Oké, okay. Sok-sok pénz. Jó. Nézzük, mi van itt. Az nekünk kéne. Nekünk nagyon kéne egy bomba most. Shop. Nem, ez nem a shop. Hű. Oké. Okay. Legalább ő már nem ugrál. Ő még ugrál. Oké, okay. Már nem ugrál ő sem. Kis szobákat csináljunk. Vagy inkább csináljuk meg most a nagyot. Csak dodzsolnunk kell. Semmi más, csak dodzsolni. Meg nem elengedni a lövést. Oké. Okay. Most már mindegy. Legalább még nincsen Eternal Heartunk, amit el tudunk veszíteni. Kettő, négy, öt szívünk van. Nem tudom, hogy a Strength kártyát használunk, az mennyit fog nekünk segíteni. Hát ez kiváló, ez itt Depth 1 még csak. Ez a piros denevér így ijesztőbb. Köszönöm a szívet. Egy bomba kell. És akkor tudunk aludni, mondjuk a dealünk már úgyis kb. Mindegy. Aranykulcs. Megére nekünk az annyit. Nagyon érdekes kérdés. HP up. De nem hatot kell összeszedni belőle ezek szerint. Nagyon-nagyon lassúak lettünk. Viszont... egyrészt...
Le tudunk jönni ide. Hello. Először aludjunk egyet, aztán megnézzük, hogy mi van ott. Ez ilyenkor nem ad nekünk. Azt hittem, hogy ad Spirit Heartot, ha max... Nem, tényleg nem, ez csak feltölt minket maxra. Akkor viszont... Judgment lesz ebből, úgy érzem. Van plusz, van free, azt csak Spirit Heartokból tudjuk megvenni. Szóval ezekből nekünk nem kell semmi. Szóval maxra tudunk gyógyulni nagyon-nagyon könnyen. Van egy Tower kártyánk. Vagy egy Strength kártyánk. Maradjon a Strength. Jó! Ez egy speed down volt. Az elég rossz. Mom's kontaktot unlockoltuk. Speed up. Short speed up. Oké. Okay. Egyelőre menjünk csak le. Tehát nem baj nekünk, ha megütnek párszor, mert vissza tudunk gyógyulni teljes életre. Ezt fogjuk meg, meg ezt fogjuk meg. És Steam Sale tök jó lenne, de nem veszük föl. Ha van valami item a shopban, amit akarunk, akkor azt meg tudjuk venni még mindig. Éppen ne feledjük el, hogy stompik vagyunk. Így van. Nagyon furák ezek az ellenségek nekem még mindig. Mondjuk kezdem kiismerni őket. Azt hiszem. Oké. Okay. Csak óvatosan. Ezért van még egy full healünk. Kiváló. És... Oké. Okay. Az plusz egy HP. Szóval plusz egy HP-t azt még most fogjuk megjátszani. Először is alszunk egyet. Nem, nem ide akartam lejönni. Ide akartam jönni. Így. Steam Sale-re még rengeteg időnk lesz, szóval sokat fogunk játszani ezzel a modpackkel, úgy érzem. Maggie! Unlockoltuk Maggie-t és a Tank Challenge-et is. Challenge 10 Cursed. Na most már... Van egy Two of Hearts-unk is. Secretumban voltunk. Hello, Super G. Akinek nyilvánvalóan nagyon-nagyon nem örülök. Oké. Okay. Dealnek kb. Búcsút mondhatunk. Ezt már eddig is. De most már a Steam Sale-nek nincsen sok értelme. A többi itemnek sem sokkal több. Visszük a Strength kártyát. Illetve, mert az egy Depth... Nem, ez még csak Depth 1. Akkor viszont nem lehet több Greed. Oké. Okay. Úgyis van 9 lives-unk. Akkor viszont. Change of plans. Visszajövünk ide, és megveszünk mindent. Uh,
ezt nem tudjuk megvenni sajnos. Back of cards. Ezt az itemet meg már láttuk. Legyen. Elnézést, csuklom. Tudom, ez hallatszott. Nem nagyon tudok vele mit csinálni, ez ilyen reflex. Szóval megint unlockoltuk, nem kell több szív nekünk már. Úgyhogy lehet bukni a szíveket. Lényeg az, hogy a boss ne csináljon velünk semmi rosszat. Még egy Eternal Heartot tudnánk szerezni. Legyen. Oké. Okay. Nyilván nem most, hanem majd, ha lemegyünk a következő szintre, az előtt közvetlenül akarom használni, hogy legyen plusz egy életünk. Te mi vagy? Te egy Wheel of Fortune vagy. Ez igazán érdekesnek hangzik. Felrobbantni nem tudjuk. The Gate. Lehet, hogy itt fogjuk a strength kártyát elhasználni. Come on! Come on! Come on! Jól van! Azért meghalni még nem kéne. Hát nem Lazarusszal vagyunk, na. Ez is valami. Van két életünk, már két piros szívünk tele. Sokkal több piros szívünk van, csak az a baj, hogy nagyon-nagyon lassúak vagyunk, és így nagyon nehéz dodge-olni. Szóval egy olyan ezer, speed up-szor 1000, az úgy jó jönne, nem mintha lenne ilyen item, bár nem tudom, hogy van-e ilyen item benne. Ők, hogyha már félnek, akkor viszonylag könnyű őket leölni. Ja, Steam Sale-ünk van, ezért ide bejövünk, és látjuk, hogy jó, deck of cards, meg egy ilyen. Empress kártya, az tök jó. Őt felrobbantjuk. És a maradék pénzt, azt meg itt beledobáljuk ebbe. Tudom, erre kár volt egy bombát elpazarolni, mondjuk most kaptunk még egy bombát. Oké, okay, teleport. Szerintem deck of cards jobb nekünk, mert ha egy Hierophantot tudunk generálni vele, az Empress sem rossz, ami jelenleg nálunk van. Akkor már jobb esélyeink vannak. Speed upgrade-et szeretnék nagyon-nagyon-nagyon látni. Köszönöm, légy. Ezt legyen oldotta meg. És megyünk fölfele. Megnézzük itt mi van. Dupla kulcsos szoba, ez mondjuk nem rossz. Hát, persze. Jéj, Tinti Drop. Nézzük meg, hova is megyünk. Még ezt, azt nem elérhető, ugye? Az nem elérhető. Jó, meglátjuk, hogy visszamegyünk-e a shopba. Beadni ezt a rengeteg, jajajajajajaj. Pénzt. Rengeteg pénzt, azt az 1 centet, amink van jelenleg. Van még egy bombánk. Szóval lassan kereshetünk Secret Roomot is. Ó, ezt nem vettem észre, hogy ő lőtt. Te ugyanaz a champion vagy? Igen, te ugyanaz a champion voltál.
A deals valószínűleg most se fogunk kapni, ha csak nem jutunk valamilyen helyre. Chariot kártya. Chariot sem tűnik rossznak. Bár nincsen orbitálunk, amivel tudnánk használni. Nagyon-nagyon ijesztő, ahol tart ez a run jelenleg. Neked, te félsz tőlem, neked nem erre kéne nézned, neked a másik irányba kéne nézni, azaz. Ez túl közel volt ezek szerint. Te most félsz tőlem, te menjél el innen. Na, forduljál meg. Azaz. Jó. Borzasztó lassúak vagyunk, és ez fogja a végzetünket okozni, úgy érzem. Ebben a szobában nem élünk túl, úgyhogy lehet, hogy a Chariot kártyát azt oda fogjuk vinni. Fekete szívet reméltem, de hát nem az volt benne. Már van 2 centünk, hurrá! Na, középen kéne lenni, mondjuk úgy itt. 2 spirit heartot kaptunk. Ez egy elég rossz szoba. Ez egy nagyon gonosz szoba. Vagy ezek itt össze-vissza finganak. Ennek következtében engem bele fognak lökni a tüskékbe. Ez a pill. Ez egy short speed up pill. Ezek szerint most már ilyen is van. Haha. Ó, ez kiváló. Visszaszereztünk némi életet. Ével mondtam. Hallhattátok. Nincsen bombánk, szóval nem tudunk próbálkozni. Ez már mám. Nyilván a probléma az, hogy damage-ünk nem mondom, hogy olyan nagyon sok van, de azért nem kevés. Tudunk ölni dolgokat, csak nagyon-nagyon lassok vagyunk mi magunk. Tehát, hogy ez alapvetően a probléma ezen a ránon. Ó, ez nem tudom, hogy találtál, de egészségére. Valószínűleg csak belesétáltam a lövéseibe. Ebből nem tudtam elmenekülni, egyszerűen lassú voltam. Oké, kaptunk díjat. Krampus? Nem, még egy gapi item. Kaptunk egy speed down pillt. És megyünk tovább lefelé. Fuh. A Rotten Baby segíteni fog nekünk sokat. Úgy érzem. XL floor, szóval ez az utolsó szintünk. Egészen kiváló. Na. Jó. Kaptunk egy piros szívet, szóval maxon van a HP-nk, mondhatjuk. Nyilván nem a max HP-nk van maxon, hanem a HP-nk van teljesen feltöltve. Van különbség. Amikor az embernek egy HP-ja van, akkor az úgy viszonylag kevéssé érdekes.
A speed down az nekünk gyakorlatilag egy öngyilkosság lenne. Tehát ennél lejjebb mennénk a speedünkkel, akkor... ott már sok mindent nem tudnánk megoldani. Mondhatnánk, ennél lassabbak lennénk, akkor hátrafele mennénk. Purple Heart semmiképpen. Nem volt közöttük Tinted Rock. Persze bosszokat kapunk, nem nehéz bosszokat, ugye pont talán az utolsó, az mondjuk nem run volt, csak gyakorlás volt, hogy mondtam, hogy hát igazából ezeknél egyszerűbb bosszt ezen a ponton már nem nagyon lehet találni. Ami nem azt jelenti, hogy nem idegesítőek, mert látjátok, mert szenvedek velük. Mert borzasztó rossz a sebességünk, és nehéz dodge-olni, na. Van egy full kártyánk. Ha már nem tudnak lőni, akkor nekem már teljesen jó. De még tudnak lőni. Szív. Kaptunk egy fél szívet. Fél szív még egy megütésre jogosít minket. Kivéve, ha creepre lépünk. Nem, akkor is jó az. Oké, visszakaptunk egy szívet. Ezt nevezhetjük úgy, hogy mázli. És itt van a boss rögtön. Szóval 9-szer megpróbáltunk egy boss. Virus. Tehát lesz egy Mr. Fred. Valószínűleg. Borzasztó rossz a damage-ünk, ahogy az látszik. Úgyhogy csináljunk még néhány szobát. Ó, már megint te? Rotten baby? Oké. Ő meghalt. Hát, ha kapunk még egy jó kártyát, mondjuk. Egy jó kártyával még akár meg is úszhatunk itt dolgokat. Tinted Rock esetleg? Arra nem kéne rálépni az ilyenekre. Ez veszélyes lehet. Magician? Magician elég jó. Mi volt a másik? Ez egy full kártya, amivel ki tudunk teleportálni, ha nagyon nagy baj van valahol. Oké. Tisztetünk jó, az biztos. Damage sokkal kevésbé. Nézzünk meg egy bombát itt, valószínűleg nem lehet. Nézzünk meg itt, egy second secret room talán. Nem. Jó, egy próbát megért. Igen, itt nem lehetett volna. Menjünk egy kicsit még vissza. Ez volt a speed down, ugye? Hát azt nem szeretném. Purple Heart. Semmiképpen nem. Nem kell nekünk, hogy még több. Legyen belőlük, viszont itt én sejtek egy secret room. Bizony, hogy itt van. Szíveknek örültem volna a leginkább játék. Helyette kaptunk bombát például. Hát most ez van. Ezt a szobát én nagyon nem akarom végigjátszani. Vajon miért? Ó! És veled két ilyen kicsi lett. Öt megöltük? Nem öltük, meg ott vannak, mind a ketten. Erős egy olyan, hogy meg fognak minket ölni itt. Oké. Még mindkét kicsi megvan. Nem is látom, mert ugyanolyan színe van, mint a földnek. Hol van?
Ott van a picike. Vagy meghalunk, vagy nem. Kaptunk egy fél szívet. Arra nem szabad rálépnünk, semmiképpen sem. Semmi esetben sem. Még egy szobát meg kéne csinálnunk. Wow. Na ez baj. Rotten baby. Jó. Szív. Tower kártya. Paralízis. Oké. Azt hiszem, hogy ez ennyi volt. Megpróbálkozunk vele. Először Mr. Freddel. Utána meg. Ki tudja, hogy mivel. Egyszer megüthetnek minket. Bizony, hogy Mr. Fred. Az a baj, hogy ők mindjárt elszabadulnak, szóval úgy, most már nem tudnak elszabadulni. Jó, Mr. Fred. Elég jó a range-ünk, szóval... Innen még el tudjuk találni, ugye? Elbizony. Oké, Mr. Fred nem lesz probléma. Hiszen még egy olyan HP-ápot kaphatunk belőle, ami feltölti a HP-nkat. Az se lenne rossz. Vagy esetleg még egy szirincset. Little Baggy-t unlockoltuk, hurrá! Attól nem tudjuk eltörni a játékot, nem, ez nem igaz. Oké. Okay. Magician. Ne. Oké. Azaz Rotten Baby. Gyerünk Rotten Baby. Gyerünk Rotten Baby. Ez mázli volt, hogy nem talált el minket. Ó, oh, ne. Nincsen bombánk sem. Ó, oh, ne már! És még 9-szer, vagy 8-szor, vagy akárhányszor újra próbálhatjuk. Szóval lehet, hogy meg kéne csinálni minden mást. Mondjuk nézzük meg, hogy mi van itt. Mondjuk bombák vannak. Az jó. Még egy itemnek jobban örültem volna. Nincs infaming vagy valami? Infaming nincs. Ezen a runon nincs. Szóval valószínűleg mind maxolni fogok, most, hogy már elbuktuk a hard containereket. Legalább valamit csináltunk. Szóval arra kérlek titeket, hogy azt mondjátok meg, most már így vagy úgy, de vége lesz ennek a runnak, hogy mit szeretnétek, hogy kezdjük előről akkor az unlockokat, így rebirth szinten, és akkor minden mást is megcsinálunk, ami ehhez a modpackhez van. Vagy szerezzek egy save file-t, amivel állokolva van már minden, oké. És... Pretty Fly, ez tetszik. Az védelem tírek ellen. Szóval, hogy folytassuk-e ezt így, ahogy most elkezdtük, vagy csaljunk, és mivel úgyis megcsináltunk már Isaacben mindent, ezért ne csináljuk meg a challenge-eket, meg ezeket. 48 Hour Energy, egy Two of Hearts, ami nekünk most már nem igazán jó, van egy Sun kártyánk. A Sun egészen jó lehet, mondjuk a bosson. Gyerünk, adj nekem valami jót. Még egy Pretty Fly. Még egy Pretty Fly-t szeretnék. Valószínűleg ezt kár volt felrobbantani. Egy párszor lehet, hogy meg fogunk most itt halni.
Amúgy jó lett a sebességünk. Az nem tudom minek minek köszönhető volt az? Mit vettünk? Jó, speed upgrade-et vettünk, persze. Szóval... Paralízis Tower... Lehet, hogy erre nem jövünk el. Egész egyszerűen. Jó, ez a zenéből jön. Azt hittem, hogy a cica kaparásza az ajtót, de nem, ez a zenében ilyen, hogy itt ciceg. Semmi érdekes. Tök jó, hogy tudtunk még hátrálni valahova. Volt hova hátrálni. Jó, most már csak ő van hátra. Kész. Ezek bombák. Most már vannak bombáink legalább. Hát semmi érdekeset nem kaptunk sajnos. Szóval akkor megpróbáljuk most Mamot megölni. Van egy Sun kártyánk erre. Oké, még egy próbálkozás. Oké, legalább a szemek lent vannak. Nem azt mondom, hogy nem tudnak minket a tírek eltalálni, csak azt mondom, hogy nehéz a tírekkel minket eltalálni! Oké. Ó, miért húztad fel magad? Már hogy nem én, hanem a... Mám miért húzta fel magát ilyen rögtön? Snipe me! Ah! Nem, egyszerűen most már gyorsak vagyunk, nincs elég damage-ünk hozzá, hogy ezt megoldjuk. Oké. Okay. Igen, a sebességünk az megoldódott. Wow. Ez mázli volt. Ez is mázli volt. Ne, ez az. Nem spawnosz, ez az. Megvan, kaptunk egy díjat. Nem érdekel. Le tudunk menni sehova. Valószínűleg meg fogunk halni, de legyen. Lost Baby-t unlockoltuk, Rubber Cement-et unlockoltuk. Nagyon érdekes, hogy Rubber Cementet ilyen hamar unlockolni lehet, és nekünk mégis az, hogy ötször megfogjuk, az nagyon-nagyon sokára lett meg. Menjünk a másik irányba. Valószínűleg meg fogunk halni, de legalább... hello! De legalább túljutottunk, Mamon. Ezek nagyon viccesen néztek ki. Oké, menjünk a másik irányba, ameddig lehet. Ez baj, ez nagy baj. Léci, köszönöm szépen. Joker! Ó. Oh. Legyen. Ez alapvetően egyszerűbbnek kéne lennie, mint a minden más szobának kb. De menjünk beléjük, ha egy mód van rá.
Illetve van virusom, szóval ha valakinek neki megyek, akkor már érdemes mindenkinek neki menni. Wow. Nehogy már Chubble jön meg minket sehova. Hello monstro. Ettől féltem. Hogy amikor ők félnek, akkor kiszámíthatatlanok, és van, hogy visszaugranak oda, ahonnan jöttek. Oké, már csak egy. Te vagy az utolsó monstro. Oké. Nem is monstro ölt meg minket. Nem kaptunk semmit egy charge-on kívül, szóval hello boss. Az a baj, hogy ezek a tírek nagyon-nagyon messzire mennek már, mint az ő tírjei. Oké, a légy megtette a hatását. Jó. Egyszer meghaltunk itt. Ott van egy tinted rock. A tinted rockot nagyon szívesen kinyitom. Oh, hello. Are you kidding me? Oh. Ezeket nem egyszerű megölni akkor ezek szerint. Hát tudjuk, hogy ilyen is van. Erre is készülni kell. Oh, hello. Oh. Ezek konkrétan forgattönök. Vajon honnan vették Edmundék? Telepilsz. Hello, ti mik vagytok? Oké. Okay. Oké. Okay. Elnézést, de ez mi? Ez baj. Legalább meghaltak. És én is meghaltam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, holnap egy újabb részben találkozunk. Sziasztok!